Jelen pillanatban a Szegedi Biológiai Központ egyik üvegházában vagyunk, és ez a helye egy úgynevezett növényfenomenikai vizsgálók rendszernek. Ez egy infrastruktúra, ami része egy európai hálózatnak, amit európai növényfenomenikai kutatási hálózatnak, vagy infrastruktúra hálózatnak neveznek. Itt az történik, hogy különböző távérzékelési módszerek segítségével követjük a növényeknek a növekedését és a fiziológiai állapotát, annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani azt, hogy hát egyrészt, hogy milyen különbség van a növekedésükben, illetve különböző környezeti stressz körülmény hatására hogyan reagálnak, itt elsősorban szárazságra, tápanyaghiányra, sótartalomra lehet gondolni. Mert ugye a növényt fizikailag nem érintjük, tehát illetve nem roncsoljuk elsősorban, ez a lényeg a mérések során. Távolról különböző fizikai jelenségeket kihasználva vizsgáljuk őket. A legtriviálisabb az egy digitális fotográfia, ami azt jelenti, hogy különböző oldalirányokból, összesen 11 oldalirányból képet készítünk róla, illetve egy felső irányból. Meghatározzuk a növénynek a zöld felületét, ebből megfelelő képalkotási szoftverek segítségével ki tudjuk számítani a teljes zöld felületet, abból vissza tudjuk becsülni a zöld tömeget. Mondjuk ez a legtriviálisabb. De használunk például hőfényképezést, ennek segítségével lehetőség van arra, hogy megállapítsuk kb. 1 század Celsius pontossággal a levélnek a hőmérsékletét, és ez azért fontos, mert a levél légzőnyílásain keresztül a növények párologtatják a vizet, minél erőteljesebben párologtatnak, annál több hőt von el a párologtatás a levél felettéről, annál hűvösebb a növénynek a levele. Tipikusan egy jól párologtató növény, ez mindig hűvösebb, mint a környező levegő. És például szárazság stressz folyamán a légzőnyílások bezáródnak, és ezt egy ilyen hőfényképezési eljárással nagyon jól lehet követni. Ennek a konkrét helynek annyi köze van az Európai Unióhoz, hogy ez a bizonyos európai növényfenomikai hálózat, aminek egyszerűbb az angol neve, ez a European Plant Phenomics Network, ez egy 10 vagy 15 tagból álló infrastruktúra hálózat, ami összefogja az ilyen növényfenomikai infrastruktúrákat szolgáltatók, kutatóhelyeket, és mi vagyunk egy tagja, Magyarországról az egyetlen tagja ennek az infrastruktúra hálózatnak. Tehát a jelenlegi FP7-es pályázat során részben az infrastruktúra működtetésére kapunk pénzt, részben pedig arra, hogy külföldi felhasználókat, illetve a hálózaton kívüli felhasználókat hozzunk ide, illetve számukra biztosítsunk lehetőséget az infrastruktúra használatára. A teljes támogatás az kb. 300 ezer euró, amelynek a végső összege függ majd attól is, hogy mennyi felhasználó jön ide, ugyanis ha nem tudnánk kihasználni a keretünket, akkor kevesebb lenne. Ettől nem kell félni, mert már csak egyetlen egy kísérleti periódusunk szabad, tehát egyelőre elég nagy volt az érdeklődés. Azt azért még talán érdemes lenne elmondani, hogy Magyarországon ez az egyetlen ilyen növényfenomikai rendszer, amelynek egy része a Szegedi Gabona kutatóban van elhelyezve. És tőlünk délre és keletre ilyen rendszerek egyáltalán nem léteznek, tehát a felhasználóinknak egy jelentős része a környező országokból jön, ami a network számára is egy kedvező dolog, hiszen ezt az újfajta növény tudományi megközelítést el lehet terjeszteni ezekben az országokban, Szerbiára, Romániára gondolok elsősorban. Annyit még el kellene mondani, hogy a jelenlegi projektünk az 2015 végéig tart.
Amikor ennek vége van, akkor már az új Horizon 2020 projekt területében kell majd újabb pályázati lehetőségek után nézni. Tudomásunk szerint a konzorcium nagyon meg van elégedve saját tevékenységével, és nyilván tervezi azt, hogy az új pályázati rendszerben is valami hasonló formában pályázni fog. Hogy konkrétan ez egy ugyanilyen infrastruktúra hálózat lesz-e, vagy egy konkrétabb kutatási pályázat, ez jelen pillanatban még nem biztos, de hát addig még van majdnem két év, amíg ezt ki lehet találni. De tehát nagyon nagy valószínűséggel európai szinten ennek lesz folytatása.